Kerény és diákok alkotásaiból nyílt kiállítás a Csornai Művelődési Központban. Az elmúlt hónapokban készített alkotások 2022. január 7-ig láthatóak az intézmény nyitvatartási idejében. A Kerény György Művészeti Iskolának vagyunk a fél éves tárlatán. Itt láthatóak az eddig elkészített munkák közül azok, amiket a tanárok érdemesnek találtak arra, hogy kiállításra kerüljenek. A gyerekektől egy munka mindenképpen szerepel, de legtöbbjüktől kettő is. Általában a kicsik vízfestékkel szeretnek dolgozni, olajpasztellel, nagyon szeretik a viaszkarcokat, amik közül nagyon sok látható kint. A kicsit nagyobbak már egy picit komolyabb technikákkal tudnak dolgozni, ilyen a linoleum metszet, vízfest, akvarell technikák, úgyhogy ezt láthatja a közönség. Ahogy a kolléganő már említette, ugye az ünnepváró tárlatunkat tekinthetik meg a szíves érdeklődők és a növendékeink, valamint a szüleik is. Én jó magam a 13C és a 13D csoportnak vagyok az osztályfőnöke. Tanítom számukra a grafika és festészet alapjait, valamint a vizuális alkotó gyakorlattan tárgyakat. A nagyobbak számára inkább közkedvelt linoleum metszet, papír metszet technikával szoktak dolgozni, a rajzi technikákat tekintve pedig a széntechnikák, a különböző pitkrétákkal való játékos formalkotásokat kedvelik inkább a papírfelületeken. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a tanulmányrajzokra, hiszen ezáltal sajátítják el azokat az arányrendszereket és a térlátásokat a papíron, amiket a későbbiek folyamán tudnak hasznosítani, úgymond a jövőbe tekintve tovább tanulással kapcsolatosan is. Nagyon sok alkotás van jelen itt a kiállításon, az nem azt jelenti, hogy csak ennyit dolgoztak a gyerekek, nagyon megfeszített és lelkes munka folyt egész fél év során, de sajnos a hely adta lehetőségek. Arra sarkaltak minket, vagy igazából meg volt kötve a kezünk, hogy a gyerekektől egy, maximum kettő munkát tudtunk kiállítani. Úgyhogy szívesen várjuk az érdeklődőket, megtekinthető a kiállítás január 7-éig a Művelődési Központnak a nyitvatartási idejében. Köszönöm szépen a figyelmet! Mióta a képzőművészet danszak létezik, azóta minden évben megrendezzük. A Covid miatt egy év kimaradt, de akkor online formában mutattuk be a gyerekek munkáit. Az idei adventi kiállítás azért különleges, mert egy megyei versenynek az anyagát is láthatják a tárlatlátogatók. Érkeztek a helyi érték képzőművészeti versenyünkre Moson-Szentmiklósról, a Győri Aporból, a Győri Kovács Margit iskolából és a Fertő partjáról is művészeti alapiskolai növendéki munkák. Ennek a prezentációját láthatják itt például a látogatók. Első, második, harmadik, negyedik korcsoport, ami azt jelenti, hogy a 6-8 évesektől egészen a középiskolásokig jelen vannak a növendékek. A második fordulója ennek a versenynek, zsűrizés és kiállítás december 16-án lesz az intézményben. Ami még különlegesebben a tárlatban, és talán az én növendékeimnek a munkáit reprezentálja, hogy az egész kicsiktől a végzős növendékek munkáig megtekinthetők itt az alkotások, ami azt jelenti, hogy a művészeti alapvizsgára készülő gyerekeknek is a vizsgamunka első lépései. A kiállítás 2022. január 7-ig látható a Csornai Művelődési Központ nyitvatartás idejében.